A Múzeumok Éjszakája országos programsorozatba a Pécsi Janus Pannonius Múzeum is évről évre bekapcsolódik. Az egyik jelentős esemény a tűzben született lótuszvirágok elnevezésű kiállítás volt a jeles napon június 22-én. Több mint két éves munkának az eredménye, ami a zsolnai gyár egyiptizáló díszműváróját mutatja be, ami egészen 1875-től az egész 1930-as évekig mutatja be azt, hogy az egyiptomi művészet hogyan jelent meg a gyár különböző korszak az egyes kerámia típusokon. De vajon mi lehet igazán izgalmas a látogató számára, ha ezeket a kerámiákat megtekinti? Valójában eredeti ókori egyiptomi sírokból származó ábrázolások egy teljesen más felületen, tehát nem egy templom vagy egy sírfalán láthatóak, hanem egy kerámia felületén. Tehát a forma és a dekoráció ilyen szempontból egy izgalmas együttest alkot ezeken a tárgyakon. A Zsolnai Múzeumban több mint 50 darab ókori egyiptomi jelenettel és motívummal díszített műtárgy, valamint tervlapok láthatók a nagy közönség számára mostantól. A kiállítás megnyitón elhangzó egyik előadása híres úgynevezett zsolnai macskákat mutatja be, mely a tárlat témájához szervesen kapcsolódik. Ez az a ritka és különleges tárgy, aminek mi köszönhetjük azt, hogy itt állunk most ebben a teremben. Ez indította el azt a kutatói munkát, amelynek az első állomása, egy ilyen első lezáró szakasza ez a kiállítás. Tehát korábban már mindketten foglalkoztunk a zsolnai kerámia egyiptizáló stílusával, viszont amikor ezt a tárgyat megláttuk, akkor ráébredtünk, hogy megkerülhetetlen a gyár korai történetének a tanulmányozása. És onnan mi elkezdtük felgöngyölíteni a szálakat. Azért érdekes, mert van a Tutankhamen néven ismerté vált vázasorozat, ezt szokták látni, a Lotus sorozatot szokták látni, gyűjtők nagyon jól ismerik, de az, hogy itt 1875-től a legkorábbi keleti motivumokkal megjelenik az egyiptomi vonal is, az eddig nem volt köztudott. A kiállítás átfogó képet nyújt az ókori egyiptomi inspiráltat tárgyanyagról, amely végigkíséri a gyár történetét 1876-tól egészen az 1930-as évekig.